Sziasztok, a hétvégén ismét versenyezni megyünk a fiúkkal. Mutatom, hogy mik kellenek a versenyzéshez. Fényképezőgép, töltő, tartalékolaj, távirányító, tartaléktöltő. Ebbe a kerekeink találhatóak, a buggy és a tragi kerekek. Két felújt az versenyautó, a Zsombor és az enyém. A Huninak a tragia, ezzel versenyzik. Ez a tavalyi versenyautó, ezt tartalékba visszük el. A pótalkatrészek vannak. A táskában a szerszámaink. Kell még hosszabbító, tartalékszárnya fellépő. Ennek be kell férni oda. Hát remélem sikerül is. Még alakítani kellett rajta, ez lett a végső. A végső bepakolási rend. Huni is segített. Péntek 12.06. Bepakoltunk, elindulunk. Uton vagyunk, Hordodöget felé. Köszönjük Huni a bejelentkezést. Hova Kodriger, Kápa melletti kis település. Ott található a Kona RC-nek a pályája, ahol holnap lesz a Magyar Bajnokság következő fordulója. Vasárnap pedig egy úgynevezett rainy race. Mi Gridből hívunk rainy race-nek, mert itt egy éve állandóan esett az eső, mikor verseny volt, és reméljük, hogy meg szeretnénk kérni a felhőket, hogy a holnap és holnap után csak árnyékoló szerepet legyenek szívesek betölteni. Aztán esett egy évig. Szokásos időjárás van. Ha van nálam modellautó, az eső esik. Ha van nálam drón, az eső esik. Most mind a kettő van nálam, de van B-terv. Zsombor mutat a B-tervet, pingpongozni fogunk a szálláson, amíg esik az eső. Előbb-utóbb fel kell száradnia, hogy szombaton vagy vasárnap fel kell száradjon. Oh God, no! Oh God, no! No! Most szerintem, ugye nyár van és ő elhozta a komplet ágyát, ugye? És megérkeztünk a kedvenc pályánkra, ahol teljes nyugalom honol a pici eső miatt, de nagy baj nincs. Hát még nem olyan veszélyes, ez még csak ilyen kis áztatás, hogy ne legyen por. Egy darab elektronok vagy a vadonatúj, soha nem érjük. Jó reggelt, indulásra készen vagyunk. A fiúk kora reggel óta pályaszárításán dolgoznak, és mivel süt a nap, minden esély megvan rá, hogy ott tudjunk versenyezni. Ugye? Megérkeztünk, ezt kipakoljuk innen, oda, mert a lagap segített felállítani a sátra. Ez itt a sátortábor, ez pedig a pálya. Félig kipakoltunk, félig. Még van pár dolog, egy része már ott van. De még jön a többi, de szerencsére itt volt sátorhely pluszba, és ki tudtunk rámolni. Na mi a nedves pálya ellenszere? A fűrészpor. És a napsütés és ketye, ez a három. Fűrészpor és mi? Meg a többiek. Végeztünk a kipakolással, mindenki versenykész, főleg a fiúk. Úgy látom térerő van. Időtábla, M20? Eredményjelző. M20 vagy mi? Az anyaz. Szevasztok. Dokumentálok. Föl sem merek nézni az égre. Most ilyen a pálya az emelvényről. Innen fogunk vezetni. Remélhetőleg mi hamarabb. Szeretném mutatni egy teljesen szokványos modellező reggelit. Hamburger, sör, kóla. Jó étvágyat! Köszönöm szépen! Így néz ki az asztalunk még a nap elején, amikor még nem szabadult el a káosz. Töltők bekészítve, töltjük az aksikat, fűtés, ventilátorok, autó, felszámok szép rendben. Hát ez nem lesz így végig. Elindult az első időmérő. Mit próbálj? 1.30 rajtig, 1 volt. Versenybíró az emelvényen. Piloták pedig
10 perces időmérőt futnak. Mások pedig itt tankolják őket. Szélen a rangidős pilótánk, Bajnóge Gábor. Német József, Stepán Lutka, Bajnóge Gábor és Rózsa Péter. Sztár vendégünk a Biodról. És a Lujjé. Szia! Szia, szia! Állás megrendezik, jó, jó, jó. Danikám egy Mr. Olympia post, Francis Pace. Sajnos a hibázol a sérülés. Nagyon lassan ér oda. Na, hát megint mondtam. Az autókat hibázol, mert kerékcsere, sárosok lettek. A zsombor is ezt csinálja. Ilyen az, mikor kezd el uralkodni a káosz, mikor kerekek vannak mindenhol, meg kerékvacskók, meg ilyenek, de hát ugye a jó versenyhez kell a megfelelő technika, ugye fiúkák? Szerelő modellek is mindenfelé. Itt is szerelnek, ott is szerelnek, setupolnak, autót állítanak, aksit raknak be, fúrnak, faragnak. Ez történik a modellautókkal, hogyha nagyon kicsit magasnyomású levegővel, kompresszorral takarítjuk. Akkumulátorcserét láthatunk a versenyzőtől. Nagyon szép lett. Túl vagyunk a első döntőn, ahol éppen, hogy éppen 6. lettem, 5. lettem volna. Nem sikerült sajnos. Zomba pedig mögöttem nézett, ugye? Mindenütt keményen vagy, hogy próbálj mondom. De mi van? Két döntő. Éppen a robbanós Mitrobani Pro döntő megy. Fél órás döntő. Időmérőként kialakult rajtszorrád alapján indultak a pilóták, és kb. A 10. percben vagyunk. És ilyenkor 7 percenként tankolva érkeznek a pilóták. Hasonló, mint a Forma 1-ben vannak tankolási taktikák, hogy ki mikor jön ki. Kereket értelemszerűen nem cserélünk, hiszen az rengeteg idő. Egyenes végi 3-as ugrató a pálya legveszélyesebb pontja a segítőkre nézve. Néhány pilóta egybeugorja a 3 ugrót, és ha nem sikerül, nagyon-nagyon figyelnie ki a segítőnek, hogy nehogy fejbe találja. Próbálom mutatni, hogy melyik ez a rész. Itt jönnek a top pilóták. Következő futamra készülünk. Ilyenkor mindig meg szoktam hozni a kerékcsavarokat pluszba, nehogy lehessen. Zombor is megkezdte az autóját. Össze kell dugni, ilyenkor össze bekapcsoljuk a rádiót, összedobjuk a kivezetéket. Tépőzárral odarögzítjük, hogy nehogy véletlenül egy ugraton szétugorjon. Kamarád! Fölkerül a bódé. Stilivédész kupina A. Kerülnek a sasszegek. Egyébként, hogy van? Halló szlovák, ugye? Érte, befütöltem, hogy befütött, köszön. Többiek, a jelzők már éve. Készen is vagyunk. Mehetünk a futamra. És most jön, döntünk a zsomborral. A kis konkrétségek kicsit az asztalt. 10 perc múlva jelentkezem, hogy hogy sikerül. Versenyzők, figyelem! A döntő az nagyon kemény volt. Rég volt ilyen kemény döntőm. Sikerült befutsak. Aztán a 3. vagy 4. helyen. Magam sem tudom, hogy helyedik lettem. Annyira kemény csata volt. Ott a 4-5 hapon. Az utolsó körbe sikerült gyakorlatilag megelőznem az előttem levő. Antoniál meg a Danival brutális csata volt. Nagyon-nagyon jól jöttem ki belőle, úgyhogy most örülök. Futam közepén errett az eső. Ez azt eredményezte, hogy teljesen megváltozott a pálya.
elkezdett rettenetesen csúszni, aztán amikor gyakorlatilag beletapostuk a porta a földbe, vissza, akkor lett megint jó tapadás. Most indult az eltragi döntő, amiben segítő vagyok. Ezekről azt kell tudni, hogy ezek gyorsabbak, mint a bagik. Mivel szélesebb és nagyobb a kerekük, sokkal könnyebben mennek át az akadályokon, és nagyobb a tapadás is, mivel szélesebb a gumiuk. Eléggé fej-fej melletti küzdelem szokott kialakulni közben. Az előbb is gyakorlatilag ilyen 5000 volt a különbség az első meg a második közt az előző döntőben. Úgyhogy nagyon komolyakat ugratnak, nagyon erős autók. Sok-sok évig versenyeztem ebbe, de most már ennyi kategória nem fér bele. Ugye megyek én, megy a Zsombor, most már a Honi is. Nem férne már bele egy negyedik kategória. Akkumulátortöltéssel, gumival, szereléssel, odafigyeléssel. Kiöregettem? Lehet. Na hajrá, fiú! A harmadik döntő következik. Van egy harmadik helyen. Aztán... Hol a többi? Van egy ötödik helyem, ami annyira nem jó. Most, hát meg kéne próbálni öt alatt végezni. Valamint az Elbagi Pro döntő. Nagyon komoly csaták árán. A hetedik helyről a negyedikre sikerült feljöjjek. Volt a második is, harmadik is. És így összesítésben egy negyedik helyet tudtam megszerezni. Olyan pilóták előtt, akik lényegesen többek, meg régebben versenyeznek, mint én, többször is bajnokok. Erre valamit szinte is kell. Remek autó, egy jó pálya, eltalált gumiválasztás. Jó sikerült. És holnap lesz még egy versenynap. A Rainy Race 2. Sziasztok, itt vagyunk a második nap reggelén, ahol is a második Rainy Race. Tavaly volt az első lezajlani. Hasonló az egész verseny szerkezete, mint tegnap volt. Itt kevesebben vagyunk, most itt fáradtabban. Hamarosan kezdődnek az időmérő futamok. Most magasságot állítunk az autón, ugye ezzel a kütyűvel be lehet állítani, hány milliméter legyen, és ennek ide be kell férnie alá. 28-ra szeretnénk. Elől pedig 27-re. Ezt is így lehet beállítani, ide alá kell tenni, és meg kell nézni. Hol befér? Stimmel. Így megfelelő lesz. Épp a Huni futam megy, open, az az új kategóriában, mindenféle autóval lehet menni. Van két felőtt is, de több nyílt gyerekek. És ott jön a Huni a nagy trágyival. Itt jön a Huni. Hogy, hajrá! Jó, tartja magát, zárja neki az éveket. Nagyon szép. Sanyika tiszta apja. Észreugrik, kicsit ugrik, és itt jön a legifjabb. Időmérő nem sikerült bejussak az első háromba. Úgyhogy további próbálkozás van az autóval. Karbon futómű betétet kicserélem vissza a műanyagra, hogy nagyobb tapadás legyen elől. Szárnyal is próbálkoztam, de sajnos az ugrón nem lett jobb az autó tőle, sőt rosszabb lett, úgyhogy meglátjuk. Urok előtti ugrató. Ez, egybeugrunk. Voltam annyira buta a második időmérőn, ferdén ugrottam. Az autónak ez a része itt. Elkapta ezt a betonelemet, így. És ez a betondarab onnan így kirepült. És túlélte. Valószínűleg egy olvás cseréljük végén, azért befigyel. Készülünk a döntőkre. Jelünk kapni a vezetőnek és 6-ra a pársanyért, 3-ra nevezetőnk, 9. Sáll, szabadítsuk ki az edét, Robba 0, 9, Bobi 3, 2, Dani 0, 8, a Zsombi, Longyártyi Ede. Nitro Bagi döntő megy! Kettő autót is meházok, az azt jelenti, hogy én tankolok nekik, meg én indítom újra, ha valami bajuk van. 5 perc 20 helyre futam. Köszönjük. 7.30-nál van tankolás. Huni meg fagyizik. Dani meg segít. Vigyázz, mert jön az első, de majd vigyázz. Zsombornak történt egy kis baleset az előbb a döntőben, úgyhogy most a Nitro döntő közben két autót meghágott, és közben cserélem a lengőkat. És menjünk tankolni.
És kész lett a zsomborom utolja, kicserítem a lengőkört. Teszem fel a csavar. Kész a kocsit, fiam! Örülsz neki? Hívesen? Na, gyertek akkor itt! Akkumulátor cserét láthattunk a legifjabb versenyzőntől. Elveszett egyik kocsit. Majd meglep. Na, túl vagyunk a második elektromos body döntőn is. Illetve a második, zsombor a harmadik. 5 centivel futott be mögöttem. Épp hogy nem előzött meg. Ugye milyen ügyi voltál? Ott van. Nem tudom mennyire látszik. Fekete 2-3. Most a Huni egy rettentő kemény versenyautóval vág neki a pályának. A crawlerrel. Ami nem is rettő versenyautó, hanem egy mászóautó. Szerintem negyed óra lesz, mire körbeér. Úgy, ezen át tudsz menni a Dream Curve-n is. Ötödik lett Pál Sándor Sanyika. Na, tapsot neki. Negyedik Varga Kinga. És harmadik Varga Tamás. És itt azért közben elmondom, hogy Farsak Péter lett a második, de ő lemondott a gyerkőcök nevére. Nagyon szépen köszönjük. Így a második helyen Fekete Hunor. Lassan megelőzik Fatert, ez a legjobb hír. És első Salda Ádám. Menjünk tovább az elektromos bugival. Ez anyám, 18-an voltatok, ez igen. 5. helyen Kinghirt Boton, 4. helyen Pár Sándor, 3. helyen Fekete Zsombor. Anyának nyugodtan mondd meg, este nem kap vacsorát, az biztos apa. Második helyen Fekete Robert. És ez most neked jól esik, Rob. Na szóval, első helyen pedig, abszolút első helyen mondhatjuk, így is mindent behúzott, Kovalszky Antónia. Gratulálunk. És szerencsésre hazaértünk. Gazdagabbak vagyunk, 3 dobogós helyezéssel. Még a második lett a jutalmi kategóriában. Nagyon szép eredmény, főleg, hogy életem a második versenye volt. Én az életem sokadik versenyén második lettem, annak nagyon örülök, hogy kemény mezőny volt. 8. helyről rajtolva sikerült. Ritkaság, mind a 3 döntőben sikerült a második helyet elhozzam. Jobbot pedig egy elég komoly autótörés után, amit a második döntőbe követett el, behozta az autót összesítésben a 3. helyre mögöttem. Úgyhogy eredményes hétvégét zártunk. Reméljük tetszett ez a videó. Ha tetszett, akkor csinálunk legközelebb is. Szevasztok! Persze, hogy pont a gödörnél! Hát ez nem igaz. Szóval mi is történik itt? Mit csak mert úgy kézzel, látom, valahogy hello. Krumpli kell, nem jó, nem. Mit csinálsz, Huni?